Egy könyvet szeretnék bemutatni önöknek, a címe Pénzügyek a családban. Az eddigiekben nem készült egy olyan összefoglaló alapkönyv, ami a pénzügyi kérdéseket átfogóan, mindenki számára közérthetően taglalta volna. Nagyon sok pénzügyi témájú könyv készült, ezek mind különböző sikertörténetek, marketing kapcsolatú pénzügyi elemzéseket tartalmaznak, de olyan, ami egyszerűen, közérthetően megfogalmazta volna az összes pénzügyi kérdést, amelyekkel nap mint nap a banki ügyintézés során is találkozunk, az eddigiekben nem készült. Ez a könyv részletesen elemzi a befektetések kérdéseit, hogyan indítsunk el megtakarításokat, hogy juthatunk el egészen odáig, hogy vagyoni elemeket hozzunk létre, passzív jövedelmet szerezzünk pénzügyi eszközök segítségével, megtanít bennünket számlát nyitni, azt, hogy a hiteleinket hogyan intézzük, és egyáltalán milyen hiteleket vegyünk föl. Nagyon fontos témakör a könyvön belül az, hogy a gyermekeinket hogyan tanítsuk meg a pénzügyek ismereteire, arra, hogy hogyan kezeljék a pénzt, hogyan tanulják meg azt, hogy a pénznek mi a szerepe az életünkben. Arra rengetegen fordítanak figyelmet, hogy hogyan keressék meg a pénzt. Hiszen az életünk nagy része azzal telik el, hogy a munkahelyen pénzt keresünk, a pénzkereset érdekében dolgozunk. Arra már kevesebb figyelmet fordítanak az emberek, hogy a megkeresett pénzt hogy kezeljék. A könyv segítségével el lehet sajátítani a családi költségvetés készítésének a alapjait, hogyan figyeljünk oda arra, hogy a kiadásainkat kézbe tartsuk, hogy érjük el azt, hogy a megtakarításaink nyugdíjas korunkra egy jelentősebb összeget érjenek el. Javaslom, olvassák el a könyvet, e-könyv formájában, PDF formátumban érhető el, rendeljék meg az interneten keresztül. Köszönöm figyelmüket!